Átlagos hétköznap délelőtti forgalom az egyik győri bevásárlóközpontban. A mozi most zárva van, hétvégén azonban talán itt vannak a legtöbben. Most úgy tűnik, ez a helyzet nem változik március 15-e után sem. A vasárnapi zárvatartásról szóló törvény ugyanis lehetővé teszi, hogy a mozik, az éttermek és bizonyos üzletek az ilyen centrumokban is nyitva legyenek. Kisebb üzletek vannak, aki helyi bérlőkkel bírnak, ezért a helyi bérlőknek egy ilyen összességében a bevásárló központból egy ilyen 20-25%-át érinti, természetesen az éttermeken, illetve a mozon kívül. Bódis Piroska hozzátette, a vasárnapi látogatók többsége ebédelni, szórakozni jön a bevásárló központba. Próbaidőszak, hogy megéri-e így is nyitva tartani, álláspontjuk szerint nem lesz. Mi nem tesztelünk, mert nekünk határozott bérleti szerződéseink vannak, amiben benne van természetesen ez a nyitvatartás is. Most igazából a mozi az nálunk mindig egy közkedvelt, úgymond szórakozó hely, találkozó hely, ugyanúgy az éttermeink is. Nyitva leszünk. A Vállalkozók Országos Szövetsége a vasárnapi nyitvatartást szabályozó törvénnyel kapcsolatban népszavazás kiírását kezdeményezte. Az ehhez szükséges aláírások gyűjtéséhez a csaknem 40 bevásárlóközpontot és egy hipermarket hálózatot tömörítő Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége is csatlakozott. Vizsgáltuk azt, hogy ez vajon kinek lehet jó, tehát milyen olyan piaci szereplő van, akinek ez a szabályozás esetleg jó lehet, és nem találtunk ilyet. Tehát úgy látjuk, hogy káros a gazdaságra, káros a kereskedőkre nézve, nem védi a kiskereskedőket ez a törvény, rendkívül káros a kereskedelmi alkalmazottakra nézve, és nem utolsó sorban pedig rendkívül kellemetlen a fogyasztóknak, a vásárlóknak is. Stábunk kíváncsi volt a vásárlók véleményére is. A megkérdezettek úgy látják, nincs szükség arra, hogy a bevásárló központok nyitva legyenek vasárnap. Szerintem minden családanya főzze meg otthon a húslevest, meg a vasárnapi ebédet a családjának, legyenek otthon. Én, mint tapasztalt anya és nagymama, 43 éves házasságom után, én soha nem engedtem még szombaton vagy vasárnap, hogy én nem megyek a boltba vásárolni. Már csütörtök, péntek mindig megvolt a bevásárlási nap. 50 éve ezelőtt is. És az a rendes, tisztességes család, ahol előre gondoskodjanak arra, hogy holnap mit adok a családnak. Engem nem nagyon zavar, hogy zárva lesznek az üzletek. Nem szoktunk örülünk, hogyha együtt lehetünk hétvégén a családdal, mert férjem messze dolgozik, és örülünk, hogyha hazajön, és együtt vagyunk. Akiknek pedig mégis hiányozna a vasárnapi bevásárlás, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége szerint egyelőre a meghosszabbított nyitvatartással kell beérniük. Közleményük szerint az üzletek jellemzően csütörtökön, pénteken és szombaton egy órával később zárnak majd, bár erről még zajlanak az egyeztetések.